A május végi ülésen olyan fontos témák kerültek elő, mint a Mikes utcai parkolóhelyek létesítése, amelynek kivitelezése a közeljövőben megkezdődik, a lámpatestek cseréje vagy a tavalyi 2023-as évi költségvetésről készült beszámoló. A legfontosabb mégis az óvodai férőhelyeket illető kérdés volt. Nagyon jó hír, hogy Bonyhádon minden kisgyerek felvételt tudott nyerni, tehát az intézményben mindenkit felvettünk. Egyetlen kivétel csak azért van, egy darab elutasító határozatot azért voltunk kénytelenek meghozni, mert egy adott kisgyerek korai fejlesztésben részesül, és ilyenkor nem létesíthető jogviszony vele. Mint elmondta, Bonyhádon ugyanannyi óvodai csoport indul szeptemberben, mint egy évvel korábban. A különbséget a vidéki tagintézményekben kell keresni, egészen pontosan Váralján, ahol túljelentkezés történt, ezért pedig egyel több csoportot kell indítaniuk. A Malomóvoda felújítása körül még akadnak kérdőjelek, de a vezető bízakodó. Az idei évet meg fogja határozni, mármint a 2024-es évet, az a Malomóvodának a felújítása. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatás várható egészen biztosan, hiszen ma még nem tudjuk a közbeszerzésnek az eredményeit, és azt sem, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, egészen biztosan összehívunk szülői értekezletet a szülők konkrét tájékoztatására. Mint közölte, a Pittypang, a Liget és a Napsugár óvoda épületében is képesek lehetnek elhelyezni azokat a gyermekeket, akiknek erre szükségük lesz.